Köszöntöm a kedves nézőket, a mai köztérben két témával várjuk Önöket. A Szent György Kórház új belgyógyászati tömbjének alapkőletételi ünnepségén jártunk, és megismerhetik Martonvásárt is, számítunk figyelmükre. Itt épül a Fején megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház új belgyógyászati tömbje, amelynek előkészületi munkálatai 2021. októberében kezdődtek meg. Bucsi László főigazgató az alapkőletételi ünnepségen az intézményben az elmúlt 10-12 évben megvalósult fejlesztéseket foglalta össze. Szeretnék beszélni az előző 10-12 évben a kórházban létrejött fejlesztésekről és épületekről. Én azt hiszem, hogy ez egy kitűnő alkalom erre. Az első, jobbra tőlünk a DT épület, ami 10 műtővel, egy központi intenzív osztállyal, aminek nagyon nagy hasznát vettük itt a Covid alatt, épült meg ebbe a 2-3x4 éves periódusba. Tovább a H épületben egy komoly felújítás volt, a sürgősségi, traumasürgősségi ambulancia. A negyedik emeleten a hemodinamikai labor, ami a invazív kardiológiának az alapja. Mellette a gastroenterológiai labor, aztán fölötte az ötödik emeleten a gyógyszertári központ, aztán lejövünk a H-ból, kimegyünk az udvarra, oktatási épület, alul a Finti, fölül a Skill labor, ami egy 400 milliós csak a felszerelés 400 milliós beruházás volt. Átmegyünk a másik épületbe, a családbarát szülészet, a perinatális intenzív centrum, az egynapos sebészet, amihez tettünk hozzá egy kis alapítványi pénzt, így egy abszolút 22. századinak nevezett egynapos sebészet, amire azért volt nagy szükség, mert nem messze tőlünk épül egy privát egynapos sebészet, és komoly konkurenciája szeretnénk lenni. Részben az SEO ereje nagy, ismerem sajnos az országban az egynapos sebészetek elszívó erejét, tehát csináltunk egy olyat, ami übereli azt a privátot, és biztos vagyok abban, hogy egy kórházon belül működő egynapos sebészet például a beteg biztonság szempontjából bármilyen szövődmény, ha falakon belül van, akkor az sokkal jobb, mint egy falakon kívül lévő egynapos centrum. Átmegyünk a Seregesi út másik oldalára, ott van az Elme B épület, a nővérszálló, ami éppen befejezés előtt, már csak a bútorokra várunk. Ugye itt az integráció már 2014 óta megvan, vannak külső telephelyeink, a Móri egynapos sebészet, a Móri szakrendelő, a Sárbogárdi szakrendelő, az Enyingi szakrendelő. Amit most itt elmondtam, az körülbelül az elmúlt 10-12 évben 15 milliárd forint. És ehhez jön még ez a mostani Modern Városok Program keretében a háromszintes épület, ugye, ami helyet ad a onkológiának, pulmonológiának, infektológiának. Egy másik közel 13-14 milliárdos projekt, kettő együtt közel 30 milliárd. Tehát az elmúlt 10-12 évben ez a kórház, azt lehet mondani, hogy teljesen megváltozott, megújult. 30 milliárdos beruházás. Mind, amit elmondtam, ezek körülbelül ezt fedik le. Én mind a fehérvári, mind a megyei betegek nevében köszönöm ezt a sok-sok állami pénzt, ami idejött, és én azt hiszem, hogy amit én tudok ígérni, megpróbálom a lehető legköltséghatékonyabban működtetni ezeket a intézményeket, amik itt felépültek. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere hangsúlyozta, a kormány 500 milliárd forintot fordított a vidék egészségének fejlesztésére. A belgyógyászati tömb 11,5 milliárd forintos beruházást jelent. Egy olyan beruházást jelentünk be, ami a székesfehérvári kórház fejlesztésének az egyik legfontosabb pontja. Magyar kormány 500 milliárd forintot fejlesztett a vidék fejlesztésére, a vidéki egészségügy korszerűsítésére, és 700 milliárdot a fővárosra, illetve a központi régióra. De a vidék fejlesztése nem fejeződött be, ugyanis a Magyar Falu Program keretében a kis települések orvosi egészségügyi ellátása, a modern városok keretében pedig a nagyvárosaink egészségügyi fejlesztése történik. Főigazgató úr nem vitte el előlem a témát,
mert a lényeget én is megismétlem. A fejlesztés 11 milliárd forint körüli összeg. A fejlesztés tétje kialakítani egy új tömböt régi lebontandó, amortizálódott épületek helyén, régi belgyógyászat, néhány egység, ami kiszolgálta az egészségügyi ellátórendszert, és egy új tömbnek a kialakítása 6000 négyzetméteren, három szinten, ahol új otthont kap a pulmonológia, az infektológia, felnőtt és gyermeki infektológia és az onkológia. Életkoromnál fogva vissza tudok emlékezni, hogy mi volt Székesfehérváron, ezelőtt mondjuk 35 évvel, mi volt az onkológia. Egy mellékhelyiségben egyetlen egy vizsgáló helyiség, ahol az elemi diagnosztikai és mondjuk a terápiás kezelések feltételei gyakorlatilag hiányoztak. Tehát akkor, amikor ezt az épületet át lehet adni, olyan viszonyok között, hogy szeparáltak egymástól emeletenként a különböző profilok, ugyanakkor ezt a tömböt a függőhíd összeköti a sürgőségi ellátó egységgel és a diagnosztikai tömbbel, ez azt jelenti, hogy a betegek ellátása lényegesen gyorsabb és lényegesen biztonságosabb. Ebben a fejlesztésben a szokásos fejlesztési pillérek többi komponense, tehát az eszközműszerpark fejlesztése, az informatikai fejlesztések nincsenek benne, de ezek sem maradtak el, és nem maradnak el. Ezeknek a megújulása, megújítása is folyamatos. Úgyhogy nagy örömmel jöttem ide, egy intermediár helyzetbe a királyok és a szentek, illetve a betegek egészségének a szentélye között. Varga Tamás Székesfehérvár országgyűlési képviselője elmondta, egyik legfontosabb feladata volt 12 évvel ezelőtt, hogy tegyen a Szent György Kórház helyzetének stabilizálódásáért. 12 esztendővel ezelőtt, amikor a székesfehérvári emberek bizalmából először lehettem Székesfehérvár országgyűlési képviselője, tudtam, hogy az egyik legfontosabb feladatunk lesz, hogy minél előbb stabilizálni tudjuk a Fehérmegyéri Szent György Kórház helyzetét, és hogy ahogy előre halad az idő, képesek legyünk a mi városunk egészségügyi ellátórendszerét fejlődő pályára állítani. Sajnos azt gondolom, hogy mindannyian jól emlékszünk arra, hogy 2010 előtt Fehérvár történetében egy olyan időszak volt, amikor a mi fehérvári kórházunk még a fejlesztési listák végére sem, tartaléklista végére sem tudott rákerülni, hiszen akkor az akkori országvezetés minden reményt elvett ettől a kórháztól. Azóta viszont én azt gondolom, hogy sokat tudtunk közösen együtt előrelépni. Köszönöm szépen főigazgató úr összefoglalóját, melyben sorba szedte azokat a fejlesztéseket, amit az elmúlt 12 évben közösen együtt végrehajtottunk, aminek egyik csúcspontja volt a 2015-ben, amikor a kórház fejlesztésének az első ütemét át tudtuk adni, amely 8,1 milliárd forintból épült egy új háromszintes, közel 6000 négyzetméteres kórházi tömb. És most egy másik nagyszabású fejlesztés alapkőletételénél, az első lépésénél vagyunk. Ez csak az első lépés előre, de még sok lépés fogja követni. 2023 végére nagyon feszes tempóban elkészüljön ez a több mint 11 milliárd forintból megvalósuló fejlesztés. Mindannyian sokat és régóta várunk erre a pillanatra, és közösen együtt sokat is dolgoztunk közben, hogy ez a pillanat eljöhessen és elkövetkezzen. Én köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, köszönöm szépen miniszter úr
támogatását, hogy mind a lelkeket gyógyító királyok és szentek kiállítás, mint pedig a kórház fejlesztése megvalósulhat itt Székesfehérváron. Valóban ez egy nagyon fontos nap, pillanat és hét a mi életünkben. Köszönöm szépen mindenkinek az együttműködését, az építőknek pedig jó munkát kívánok az elkövetkezendő időszakban, és várjuk azt a másik nagyszerű pillanatot, amikor ezt az új épületet majd átadhatjuk. Cserpalkovics András polgármester kiemelte, a vidék egyik legnagyobb egészségügyi intézménye a Szent György Kórház. Az új belgyógyászati tömb a Modern Városok program keretében a várossal való együttműködésben valósul meg. Minden ilyen fejlesztésnek a lényegét, a tartalmát, a lelkét, a szívét alapvetően azok az emberek adják meg, akik az egészségügyben dolgoznak, úgyhogy önöket szeretném elsősorban is elsőként köszönteni, és ebből az alkalomból megragadni az alkalmat, hogy főigazgató úrnak pedig szívből gratuláljak az állami kitüntetéshez, amit március 15-e alkalmából kapott. Már csak azért is, hiszen azt alapvetően a szakmai életútért kapta. Olyan szakmai életútért, amit minden ilyen infrastruktúra fejlesztéssel mi csak segíteni és támogatni tudjuk, de a munkának ezt a részét biztos, hogy senki nem járna jól, hogyha mi próbálnánk elvégezni. A keretek segítésében, támogatásában és fejlesztésében viszont, ahogy a múltban, ugye a jelenben és a jövőben is számíthat a város segítségére a kórház. Azért is mondom ezt, hiszen rengeteg olyan dolgot teszünk közösen, amik bár regionális kisugárzásúak és a régió egész tekintetében meghatározóak, hiszen az ország vidéki részének egyik legnagyobb, ha nem legnagyobb egészségügyi intézményéről beszélünk, de nyilvánvalóan meghatározók a város fejlődése vonatkozásában is. És ahogy Tamás utalt rá, valamilyen számomra azóta is érthetetlen körülmény miatt a Pólus programból annak idején a vidék legnagyobb kórháza az kimaradt. És 2010 után mi arra szövetkeztünk korábbi és jelenlegi kórházvezetéssel együtt, és azon dolgoztunk közösen, hogy ezt pótolni tudjuk, és azt a két hiányzó tömbépületet és annak a teljes eszközpartját meg tudjuk valósítani és létesíteni. Ugye egyik eleme 2014 végén átadásra került, ugye a központi műtő, illetve az intenzív részeg az eszközparkkal együtt, a másik elemének az építkezése pedig most kezdődik el. Az ígéretet tehát részben már teljesítettük, és a másik rész teljesítése is megtörténik. Érdemes tehát előre nézni, előre menni, és így is nézni ezeket a fejlesztéseket és beruházásokat. Fontos az, hogy a várossal való együttműködésben a Modern Város programba tudtuk ezt a fejlesztést egyébként beletenni, hiszen ez lehetővé tette parkolóépítést is, ami már ugye elkészült, és lehetővé teszi a légtechnikának a cserélését is. Azok van az épületekben, ahol erre már abszolút szükség van. Pontosan tudjuk, hogy nyáron ez már mit jelent az ott dolgozóknak és az ellátottaknak, a betegeknek egyaránt. Ugye ennek a mostani támogatásnak a keretében az is meg fog valósulni, még hogyha projekt szinten egy másik beruházás keretében is. És van még egy közös kihívásunk, nyilván sok minden más mellett is, ami érinteni fogja a mi modellvárosunk programunkat, és kérem miniszter úr és a minisztérium támogatását ugyanúgy, mint ahogy ez a beruházáshoz megkaptuk, ez pedig az ápolási osztály épületének felújítása, hiszen a Modern Város program keretében mi látjuk azt a forrást, aminek az átcsoportosításával a város tudja majd segíteni ennek a beruházásnak a megvalósítását. Ennek az adminisztrációja már zajlik, bízom benne, hogy a következő hónapokban pozitív döntések is meg fognak születni. Úgy látom, hogy ennek is az állami, a kórházi egészségügyi és a városi támogatása egyaránt megvan. A szakma ezt javasolja, mindenképpen szükség van rá, és a forrás pedig ugyan állami forrásként, de gyakorlatilag az önkormányzat, mint kedvezményezetten keresztül fogjuk tudni reményeim szerint biztosítani. Ezért is érdemes nem kockáztatni, hanem előre nézni és előre dolgozni a Szent György Kórház fejlesztése vonatkozásában is. A 6000 négyzetméteres, háromszintes belgyógyászati tömbben helyet kap a pulmonológia, az onkológia és az infektológia. Az új épületet egy függő folyosó kapcsolja a sürgősségi fogadóhelyhez, így biztonságosabbá teszi a betegutakat. A beruházás várhatóan 2023. október végére készül el.
egy idézetet hoztam, csak itt a háborús események egy kicsit kellemetlen helyzetbe helyezik a szereplőt. Bonaparte Napóleontól hoztam egy idézetet, de a félreértések elkerülése érdekében szeretném leszögezni, hogy a kormány célja változatlan az, hogy kimaradjunk a háborúból, úgyhogy sem katonával, sem fegyverekkel nem támogatjuk egyik harcoló felet sem. Viszont a Napóleon mondandója az nagyon időtálló, ugyanis őtőle származik ez a mondat. A jövő világában az orvosok több életért felelnek majd, mint most mi hadvezérek. Ugye valószínűleg nem egy kórház alapkőletételénél hangzott el ez a mondat, de több mint 200 éves gondolatként híven tükrözi, hogy mennyit változott a világ azóta. Az ember élet épp az orvostudománynak köszönhetően még becsesebb lett. Az orvoslás ma már életek millióit menti meg világszerte. Korábban végzetes betegségek váltak kezelhetővé, egykor szenvedésre ítélt emberek kaphatják vissza a minőségi életbe vetett hitüket. Úgyhogy számomra is nagy öröm és megtiszteltetés, hogy itt lehetek ezen az alapkő letételen, a Szent György Egyetemi Kórház második ütemének a fejlesztésénél. A magas építéseket végző állami tulajdonú beruházási ügynökség által megvalósítandó fejlesztés, mit is mondhatnék, csak rá emelni tudok miniszter úr szavaira, egész pontosan bruttó 11,5 milliárd forintból fog megvalósulni. A beruházás során egy 6000 négyzetméteres új háromszintes belgyógyászati tömb épül majd meg, ahol helyet kap a pulmonológia, onkológia és infektológiai osztály, valamint az azokhoz tartozó ambulanciák, gondozó, kiszolgáló helységek és műszaki egységek is. Az is elhangzott, hogy az új épületet egy függő folyosó csatlakoztatja majd a sürgősségi fogadóhelyhez, amelynek a nagyon fontos eredménye, hogy lerövidíti és biztonságosabbá teszi a beteg utakat. Az infrastrukturális fejlesztés összességében ugye optimalizálja a betegellátást és hatékonyabbá teszi az orvosok munkáját, és végül, de nem elhanyagolható sorban, az energetikai fejlesztéseknek köszönhetően a kórház működtetése is hatékonyabb és költségbarátabb lesz. 2023. október végére, ugye én is hangsúlyozom a kivitelező irányában, hogy ez a megadott határidő, amikor el kellene, hogy készüljön ez a beruházás, és nyilvánvalóan összehasonlíthatatlanul jelentős előrelépést fog jelenteni a kórház jelenlegi állapotához képest. Mondhatjuk, hogy 21., de főigazgató után 22. századi elvárásoknak megfelelő lesz kialakítva ez az új szárny is. A magyar gyógyítók és ápolók szakértelme azt gondolom, hogy világszínvonalú, folyamatosan igyekszünk fejleszteni az ehhez tartozó infrastruktúrát és eszközparkot is, természetesen még egy hosszú út előtt állunk, hogy minden előttünk tornyosuló feladatra végleges megoldást tudjunk találni, de egy nagyon fontos gondolatot szeretnék még zárásul megosztani önökkel. Még 2010 előtt a baloldal kórházakat zárt be, addig a jelenlegi kormány országszerte új épületeket húz fel, és folyamatosan korszerűsíti az egészségügyi infrastruktúrát. Ennek ékes példája a mai esemény is. A beruházás megvalósításához nagyon sok sikert kívánok, és bízom és hiszek is abban, hogy a fejlesztés nagyban segíti az orvosok és ápolók áldozatos munkáját, valamint a betegek gyógyulását. Családbarát kisváros a Pannonia Szíve program egyik kulturális, turisztikai és tudományos központja, Beethoven városa, ez Martonvásár. A Budapesttől 30 kilométerre található település központja az elmúlt 10 évben gyökeresen átalakult. A főtér és a környezete volt a legnagyobb változás. Ezen a helyen, ahol most állunk, itt egy poros parkoló volt valamikor, 10 évvel ezelőtt, és most van egy kulturális központunk itt a hátam mögött, van egy főterünk, ahol egyébként egy piac is működik, egy vásártér, mert hogy mi Martonvásár vagyunk, és ez a vásártér egyébként agoraként is működik, szombatonként itt szoktunk találkozni az emberekkel, és itt mondjuk egymásnak ügyes-bajos dolgainkat, tőlünk jobbra pedig az emlékezéstere. Ez is egy érdekes dolog, mert itt minden olyanra emlékezünk, ami az államalapítástól kezdve a 91-es felszabadulásig történt, az összes emlékmű egy helyen van. Tehát ez egy ikonikus tér, és ez az, ami leginkább változott Martonvásáron. És egy közösségi tér is, hiszen azért, hogyha belegondolunk, nagyon sok rendezvényen is jártunk itt, aminek ez a tér adott otthont. Így van, pontosan, tehát a
a tereknek, az épületeknek, csak akkor van értelme, hogy egyébként élet van bennük, és ez volt az eredeti célunk is, hogy életet, mindennapi mozgást és a jó érzést hozzuk Martonvásárra, és az önkormányzatnak ez a feladata. Úgy gondolom, hogy komoly lépéseket tettünk ebben a dologban, de még vannak terveink. És ez még nem minden. Rekonstruálták a kastély előtti kertet, új látogatóközpont épült és megújult a Beethoven Múzeum is. Martonvásár a kultúra mellett a tudományvárosa is, ugyanis a kastélyparkban működik az Agrártudományi Kutatóközpont. Martonvásár egy nagy múltú, Pannonia szíve egyik legfontosabb kulturális, tudományos és idegenforgalmi központja, mely az elmúlt 10 esztendőben rengeteget fejlődött. Érdemes ide ellátogatni, és megnézni azt a sok-sok csodát, amit itt megtalálhatnak. ban Magyarország kormánya 600 millió forinttal támogatta a Beethoven emlékéhez kötődő beruházásokat a városban, hiszen akkor ünnepeltük a zeneszerző születésének 250. évfordulóját. Nem csak gyalogosoknak, hanem kerékpárosoknak is szolgál. Martonvásáron több kerékpárút van, ami befit különben a városba. Íme hazánk legszebb angol kertje, a neogót romantikus Brunswick kastély parkjában számos korabeli ültetésű növényritkaság található. És itt van az Agroversum Tudományos Élményközpont, valamint a Beethoven Emlékmúzeum, amely interaktív kiállításokkal és változatos programokkal várja a látogatókat. Az elmúlt 10 esztendőben óriási változásokon ment keresztül Martonvásár. Itt vagyunk az egyik legfontosabb helyszínén, a változások egyik legfontosabb helyszínén talán mondhatjuk, hiszen hogyha itt körbenézünk, itt a Népkertben minden a közösségről szól és az megújulásról. Talán több is ennél, hiszen egy olyan település, ahol nincs egy valós használható központ. Pontosabban van, csak szét van darabolva, és olyan funkciók vannak benne, amely nem a közösség érdekét szolgálja, az nem igazán élhető. És mi szerettünk volna egy olyan várost létrehozni, ami élhető, jó itt élni is, jó ide látogatni is, és itt minden megvolt hozzá. Hiszen ez a gyönyörű kastély, ami itt van mögöttem, ez eddig is itt volt, csak kívülről kevésbé lehetett látni, mert egy ilyen dzsungelszerű helyzet volt előtte. Itt megnyílt ez a tér, köszönet egyrészt a katolikus egyháznak, spányi püspök úrnak, hiszen egy része az a templomhoz tartozott, és a katolikus egyházé volt. De hogy megnyithattuk közösségi térként, az egyrészt nekik köszönhető, másrészt a Tudományos Akadémiának is, hiszen a kertnek a másik része, az pedig az akadémia kastély kertjének a része volt, de kinyithattuk ide egy nagy közösségi térre. Mögöttünk lévő agroverzumot megépíthettük, ami bemutatja azt a tudományos tevékenységet, amiről Martonvásár nagyon régóta híres, hiszen egy agrárgazdasági kutatóközpont van itt, és be tudjuk mutatni ennek az elemeit tudományos szemmel, de úgy, hogy a fiatalok is megérthessék, és szívesen jöjjenek ide. De itt ezen a téren volt már népzenei néptáncfesztivál, hogyha szembenézünk, akkor ott van az a csodálatos óvodamúzeum, ami Brunswick Teréz neve az Martonvásáron. Nagyon fontos, és eddig az a gyűjtemény, amit ki tudunk állítani, az egy honvédségi barakban volt látható, itt bent különben a kastélyparkban. Most az is méltó helyet kaphatott, de ma már van egy hotelünk is, ami arra alkalmas, hogy meg is lehet szállni, de el lehet tölteni egy szép délutánt, vagy estét is. Ha egy kicsit tovább nézünk, akkor ott van Grém Loli bácsiról elnevezett új egészségház, tehát valóban erről a térről minden apró részletét lehet annak látni, hogy az elmúlt bő egy évtizedben mennyi minden alakult át Martonvásáron, és mennyivel szebb és élhetőbb lett. Akkor egy élhető város született meg. Én nagyon szerettem annak előtte is élni Martonvásáron, de most büszkék is lehetünk rá, mert eddig csak mi tudtuk, hogy mennyi apró öröm és szépség és olyan, amire büszkék lehetünk, van itt Martonvásárnak, de most már az meg is mutatja magát. Nem is kell hírelni, nem kell rámutatni, hogy ott különben az van mögötte, hanem ezt most itt mindenki látja.
1958-ban alapított és évente mintegy 20 ezer látogatót vonzó, modernizált emlékmúzeum a zeneszerző és Magyarország, illetve a Brunswick család kapcsolatát mutatja be. 1958 óta voltak éppen már Beethoven tiszteletére Martonvásárhelyi Múzeum. Ez a mostani kiállítás 3 évvel ezelőtt újult meg, jelentősen nagyobb területen is, és felfogásában is merőben újszerűvé vált, mert interaktív megoldások számos helyen tapasztalhatók, és remekül ötvöztük azt hiszem a múltat a jelennel, mert itt van például ez a zongora, amielőtt most éppen megálltam, ez egy Streicher márkai zongora, ilyenje volt Beethovennek is, de ez a készülék, ez a zongora, ez a Brunswick családé volt, Brunswick Ferenc felesége, Jussi Dónia, tudnék, remekül zongorázott, és amikor 1846-ban itt járt Liszt Ferenc, akkor a Jussi Dóniával négykezest is játszott, és voltak éppen a Liszt Ferencet és a Beethoven iránti tisztelete hozta ide, és a Ferenc által készített nagy gaz festményt, illetve azt a bizonyos 6 levelet kereste, amelyeket Beethoven Brunswick Ferencnek írt annak idején, ezeket szerette volna megnézni. Most a látogatóknak rengeteg minden zenehallgatást is kínálunk, vannak játékaink is, amelyek elsősorban a fiatalabb generáció tagjai tudnak ismert anyaghoz jutni, de meg kell mondjam, az idősebb korcsoportok is nagy szeretettel és nagy érdeklődéssel kísérik figyelemmel mindazt, amit nagy gonddal előkészítettünk nekik a múzeum látogatás alkalmára. Ez pedig már az Agroversum, a Tudományos Élményközpont kutatásoknak, interaktív kiállításoknak és számos rendezvénynek ad otthont. Az Agroversum az Agrártudományi Kutatóközpont élménycentruma, egy tudományos interaktív játszóház, amelynek célja az agrártudományok népszerűsítése a legkorszerűbb multimédiás eszközök használatával, megpróbálja bemutatni, hogy a mezőgazdasági kutatások, amelyek itt Martonvásáron folynak, ezek segítségével hogyan lehet fenntartható módon egészséges élelmiszereket előállítani. A kiállításon megtekerhetünk egy óriási DNS láncot, óriási kártevőkkel ismerkedhetünk, kipróbálhatjuk, hogy milyen egy méhecske szemével látni a világot, vagy hogy hogyan fejlődik egy borjú a tehén hasában. Martonvásáron a sport is fókuszban van. Ezt igazolja az elmúlt időszak számos beruházása. Az egyik legjelentősebb a Tóth István sportcsarnok, amely 600 millió forintból épült. 2016-ban őszén vettük birtokba a Tóth Iván sportcsarnokot, ami itt látható mögöttem. Éppen testnevelés óra zajlik, hiszen a lokációt azt úgy választottuk ki annak idején, hogy pontosan az iskola mellé kerüljön, összeépítésre került vele, a földszinten és az első emeleten is, így az 500 gyermek, aki itt tanul az iskolánkban, a mindennapos testnevelés során is tudja használni a létesítményt, délután és hétvégente pedig a helyi sportegyesületek, hobbi közösségek. Hogyan jött létre a beruházás, milyen forrásból tudott ez megvalósulni? A TAO rendszernek köszönhetjük a megvalósulást. Egy 600 milliós beruházásról beszélünk, aminek 30%-át az önkormányzatnak kellett biztosítania, a fennmaradó 70%-ot pedig a Magyar Kézilabda Szövetségnél pályázta meg a Marton Sport Nonprofit Kft. Mindeközben párhuzamosan egy másik fejlesztés is zajlott. Igen, egy hónap különbséggel ugyanabban az évben adhattuk át a Horváth Ottó Sportközpontot, ami a Martonvásárhelyi labdarúgó bázisunk. Ott egy 700 négyzetméteres öltözőépületet és egy nagyméretű műfüves pályát sikerült felavatnunk. Mondhatjuk azt, hogy a közösségi életnek is a színtere lett a sportközpont? Maximálisan, pont ez volt a cél, hogy az infrastruktúránk, a sportlétesítményeink olyan színvonalat érjenek el, amire mindig is vágytunk. Nagyon sok közönség jár hozzánk, sokan bérelnek nálunk, az első emeleti nagyteremben ott vannak jóga foglalkozások, kung fu, néptánc, akrobatikus rock'n'roll, de járnak hozzánk röplabdások, voltak itt pingpongosok, kosarasok, hobbi labdarúgók, és természetesen kézilabdások is. Egy élhető és szerethető város, így jellemzik Martonvásárt az itt élők. Azt gondolom Martonvásárról, hogy egy nagyon kis kedves és élhető település. Egy pár éve, konkrétan 13 éve a környéken lakom, és Martonvásárt nagyon megszerettem, ide köt a munkahelyem,
a barátaim, kollégáim és a gyermekem is ide jár iskolába. Persze tervek és feladatok vannak a következő időszakra is. Tekintsünk előre egy kicsit. Martonvásár jövője szorosan összefügg azzal, amit itt most látunk, az agrárinnovációval, a tudomány fejlesztésével, a kastélykert és magának a kastélynak a turisztikai kulturális hasznosításával. Ez a következő nagy kihívásunk, és ebben együttműködő partnerként számítunk mindenkire. Martonvásárt alig 6000-en lakják, azonban évente 100 000 látogató érkezik a Beethoven Kultusz fellegváraként emlegetett településre, hogy megnézze a múzeumokat, bejárja a kastélyparkot és páratlan kulturális élménnyel gazdagodjon a nyáresti Beethoven koncerteken. Kedves nézőink, a mai köztérben a Szent György Kórház új belgyógyászati tömbjének alapkőletételi ünnepségére kalauzoltuk el önöket, és megismerhették Martonvásár települést. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!